Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 7. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Mezei András Budapesten született 1969. május 3-án. Középiskolai tanulmányait szintén a fővárosban végezte, a Mikszáth Kálmán téri piarista gimnáziumban, majd sikeres érettségit követően a Szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán tanult, ahol történelem-német szakos diplomát szerzett. Diplomaszerzése után 2 évet tanított a Szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban, majd 1997-től a Krébezberg könyvtár jogelődjének az STE Egyetemi Könyvtár állománygyarapító osztályának munkatársa lett. Munkája mellett tovább folytatta tanulmányait. 1999-től 2003-ig a Szegedi Hittudományi Főiskola hittanár szakának 4 éves levelező képzésében vett részt, ahol kitűnő eredménnyel kapott diplomát. Majd doktori képzésben vett részt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történettudományi doktori iskolájában. 2014. márciusában doktori fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel. Jelenleg a Krébezberg Könyvtár állománygyarapító osztály munkatársaként dolgozik, a már évek óta nagy sikerrel megrendezett könyvtári éjszakának állandó szereplője, ahol vagy a könyvtári kórusban, vagy a könyvtári színkör egy színdarabjában lehet vele találkozni. Nős, 4 gyermek édesapja, szabadidejében történész és a régi magyar nyelvek rajongója. Hobbiai közé tartozik az éneklés, a versírás és a sakk. Felkérem Mezei András urat, tartsa meg előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szabad Egyetem hallgatóságát és a tévénézőket. Én rögtön a közepébe vágnék a dolgoknak, leglényeg magvának a közepébe. Ez az előadás nem jöhetett volna létre, hogyha annó majdnem két évvel ezelőtt egy ferences plébános Bán Zsolt Jónás kezdeményezésére és ösztönzésére, valamint 2 fiatal nyelvész, mint szakmai lektorok közreműködésével nem sikerül tető alá hozni, vagy elkészíteni a Komjáti Bibliának a régi magyar nyelvről, modern magyar nyelvre történő átírását. Ebből aztán végül egy kritikai kiadás lett, amely magába foglal magyarázó jegyzeteket, szószedetet, egy valóságos kis szótárat, történeti nyelvészeti bevezetőt, és maga a könyv az 2013. júniusában még a könyvnap előtt meg tudott jelenni. Hoztam belőle egy példányt, akkor ezt itt körbe is adnám, az összes tartozékával, hangos könyvvel, meg bevezetőkkel együtt. Egyetlen kérésem van ezzel, ez az én saját tisztelet példányom. Azért olyan kérésem volna, hogy utána lehetőleg jusson vissza ide az asztalra, és akkor boldog leszek. Visszatérve még a Jónás atyára, az ő szerepét már csak azért is kell kiemelnem, mert ő 1999 és 2004 között Kárpátalján, a nagyszülősön volt a ferences plébániának a vezetője és házfőnöke, és 2008-tól egészen tavalyig megint ugyanitt volt, 2 időszak között, 2004-től 2008-ig pedig itt Alsóvároson volt plébános, mi innen ismerjük egyébként egymást. Most a Jónás Kárpátalján tulajdonképpen kultúrmissziót teljesített, missziós tevékenységet fejtett ki, de az ottani magyarok között, és ezért őt nem nagyon nagyra becsülték, megkapta 2013 márciusában a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztje kitüntetést. És hát a missziós tevékenységbe beletartozott az is, hogy amikor hallotta, hogy a nagyszőlős szomszédságában van egy falu királyháza, illetve a királyházának a határában, illetve már tulajdonképpen nem is annyira a határában, a falu kezdi körülölelni. Egy kis dombocska van, azon pedig egy várrom, és nyalábvár. Ennek a romjai között írta, jobban mondva, hát ennek a várnak a falai között írta annak idején, körmölte le Komjáti Benedek 1532-ben
hogy az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítást, a Szent Pál leveleit. Amikor Jónás megtudta ezt, már nem azzal ment oda, hogy hát ezzel rögtön tisztában volt, akkor hát rögtön nagyon kezdte érdekelni a téma, rámozdult, és hát engem kérdezett meg, mint könyvtárnokot, hogy van-e ennek a Komjáti Bibliának már valami modern magyar átírása, és ő is csodálkozott, de én még jobban, amikor hát föltúrtam a könyvtárat, meg utána néztem minden lehetséges helyen, akkor kiderült, hogy nincsen semmilyen magyar átírás. Ezt hát el kéne készíteni ezután, megkérdezte a Jónás, hogy volna-e kedvem. Persze nyilván nem kérdezte volna meg, ha nem tudta volna előzőleg, hogy hát én a régi magyar nyelvnek, régi magyar nyelvemlékeknek a szerelmese vagyok. Még emlékszem, talán kisiskolás voltam, de már nagyobb kisiskolás, amikor először hallottam a tévébe Helyei László színművészt, akinek így a név nem sokat mond, talán több ugrik be, azt mondom, hogy ő volt a méltán népszerű magyar népmesék sorozatban Mátyás királynak a magyar hangja. Szóval Helyei László felolvasott néhány szemelvényt, néhány részletet egy 17. századi illemtankönyvből, és hát abban ilyen mondatok voltak, hogy innya akarván a szádot, orcádot megkényed, vagyis megtöröljed, vagy némelyik akkorát böffent az étek fölött, hogy az ördögnek föl lehetne tálalni konfektnek. Hát én olvadoztam meg, el voltam mosva ezerrel a gyönyörűségtől, hogy hát ilyen volt ez régen ez a nyelv, és hát amennyire mulattató volt, annyira gyönyörűséges is. Ezután hát nem kellett sok hozzá, hogy iskolába Tihanyi alapítólevéltől kezdve a halotti beszéd és könyörgésen át a Ómagyar Mária síralomig én fokozott érdeklődéssel fordultam ezek felé a dokumentumok felé. Tehát a Jónás ezt tudta, mert ugye elég sokat beszélgettünk, és ezért mert bennem megbízni, hogy talán én ezt a munkát győzni fogom valahogy. Most állandóan beszélek, aztán a képmutatás meg elmarad. Királyháza, vagy a nagyszülős mellett fekvő királyháza, egy régi képes lap. Hát a nem túl jellemző utcarészlet mellett az inkább jellemző képsorok, ugye maga Nyalábvárnak a romjai, a két alsó képen, és a bal felső képen lehet látni, hogy egy kis várkápolnát építettek egy várfal maradvány elé. Ez valamikor a 19. század végén, vagy a 20. század elején épülhetett. A várfal maradványból egy mai részlet. Igazából két eléggé romos állapotban lévő maradvány ez, aminek alapján az jön, hogy nem is annyira vár volt, ez inkább egy ilyen udvarház, de azért a Komjáti Benedeknek elég kényelmes volt. Itt van a kápolna a mai állapotában, a kápolna előterébe pedig a Jónás atya mosolyog kedvesen, és lehet látni, hogy ott a kápolna falán leleplezéshez készülődik egy emléktábla, ami leleplezett állapotában ott látható lenn. Ez is a Jónás missziós tevékenységhez tartozott. 2013. november 24-én Komjáti Benedek tiszteletére föl lett avatva ez az emléktábla, és engem az a megtiszteltetésért, hogy hát én is ott lehettem meghívott vendégként. Hát egy pillantás a vár dombjáról a királyházára, ma se túl jellegzetes falu, leszámítva az akkor éppen befejezett új modern ortodox katedrálist. Hát akkor is elég lepukkant képet nyújtottak ezek a kárpátaljai falvak szegénye. Ma is legfeljebb ez színesíti néha egy-egy ilyen újabb építésű kolostor vagy templom, ugye a városképet. Egyébként maga a könyv, amit kiadtunk, az is leginkább eddig itt kelt el, tehát Kárpátalján, meg ugye az erdélyi magyarok vették a leginkább érthető okokból, viszont ajándék példányai azért messzebb is eljutottak, mint a mellékelt ábrán látható Szentpéter küszöbéig, vagy hát még azon is túl. Hát most, hogy azóta a címzet mennyiszer vette a kezébe, az már más kérdés, de hát ott van ez a lényeg. Visszatérve Komjáti Benedek korára, ez egy olyan kor, ami elég vészterhes és eléggé gyászos korszaka ugye Magyarországnak. Hát a török hódítás az olyan pusztítással járt, amit nehezen lehet még ma is fölmérni. Még szerencsé, hogy a kultúrában úgy tűnik, ez nem okozott akkora pusztítást, ugyanis ez a korszak az ideje a nemzeti nyelvű irodalmunk kibontakozásának, és hát szányrakelésének, és hogy mennyire nem igaz az a régi mondás, hogy fegyverek közt hallgatnak a múzsák, az talán azt bizonyítja, hogy hát olyan költők írtak és alkottak ekkor, mint Balassi Bálint, vagy Tinódi Lantos Sebestyén,
Bornemisza Péter, és maradandóakat alkottak. De hogy ennek a fejlődésnek, tehát hogy egy ilyen nemzeti nyelvű irodalom ki tudott bontakozni, ami magasabb retorikai igénnyel és nyelvezettel, és szélesebb olvasó közönséget megszólítva, ehhez azért kellettek bizonyos előfeltételek. Legelsőként talán mindjárt az, hogy a 15. században nagyon sok magyar, főleg középnemesi származású fiatal a nyugat-európai egyetemeken tanult. Már az Árpád korban is volt ennek erre példa, hogy akár a Sorbonnig is eljutott egy-egy ilyen literátus magyar ember, főleg a harmadik Béla király idejében, de ezek még akkor nagyon szorványos esetek voltak. Igazából tömegessé ez Mátyás király idejében vált. Hazatérve ezek a fiatalok nyilván, mint világlátott és mint tanult emberek, még akkor is a bölcsészek voltak, ugye a saját környezetükre hát úgy hatottak, mint hát félig meddig majdnem szentekként tisztelték őket, meg nagyon hallgattak rájuk. Főleg akkor váltak közvélemény formáló erővé, amikor a humanizmus főként a reformáció eszméit ugye át tudták adni, és ez már megágyazott annak is, hogy hát feltehető volt, hogyha később bármilyen írás születik tőlük, ugye annak is lesz olvasó közönsége. Hát van viszont egy pont, ahol szomorúságosan el kell időznünk egy kicsit hosszabban, és ez a magyarországi könyvnyomtatás helyzete, azt ugye már minden kisiskolás tudja, hogy Mátyás király ide 1473-ban, ugye Hess András, német nyomdász létesítette az első nyomdát, ez nem sokáig maradt fönn, a Magyarok krónikája című mű kivételével, amit mégis hát adott ki nyomtatványokat, ezek nem nagyon maradtak fenn, és Hess András egy 2-3 év elteltével visszaköltözött Németországba. Ezt kevesen tudják, hogy még működött itt Budán egy másik nyomda is, 1477 és 1480 között, ennek a fő finanszírozója, vagy fenntartója Karai László, budai prépost és királyi alkancellár volt. Ez pedig szintén egyetlen nyomtatványával vált, vagy hát ez maradt fönn tőle, egy gyóntatási szertartásokat magába foglaló úgynevezett konfessionále. 1480 után aztán egy nagy cezúra következik, egy 6 évtizedes, írdésmond 6 évtizedes cezúra. A királyi Magyarország területén egyszerűen nem volt nyomda. Egész 1541-ig, mondom leszámítva Erdélyt, mert ott a 16. század első felében azért például Brassóban például Johannes Honterus műhelye, vagy Kolozsváron Hofgräf féle nyomda, ami a Heltai Gáspár bibliáját adja ki, vagy például Szebenben is voltak nyomdák. Itt azért gazdag német városok voltak, és ezek megengedtették maguknak azt a luxust, hogy akár minden város egy nyomdát fönntartson magának, de hát az ember azért belegondol, hogy jó, hát Mátyás után következett ugye Dobzsa László, vagy második Ulászló, és az ő legatyásodott udvar tartása, hát megengedjük, hogy nem engedte meg, hogy nem tette lehetővé, hogy könnyomdát tartson fenn, de hát a szerencsétlen sorsú második Lajos király udvara, ezt is sokan el szokták felejteni, de mégis a magyar humanista művelődés egyik utolsó fellegvára volt. A király nevelője Pízói Jakab, az levelezési, tehát nagyon sűrű levelezési kapcsolatba állt, ugye Rotterdami Erasmusszal, a koronázatlan író és filozófus fejedelmével, és ez föltételezte volna, hogy hát egy nyomdát létesítenek itt, de mégsem lett nyomda. Egész egyszerűen nem volt, tehát nagyon, ugye ebben egyetértenek a nyelvészek és filológusok is, hogy nem volt vevőközönség. Nem volt piaca egy ilyen nyomdának, még hogyha az igény meg is lett volna. Hát könyvkiadók azért voltak. És ez alatt a 6 évtized alatt lényegében a magyar piacot két külföldi nyomda, Bécsben Johann Singriener, vagy humanista latinsággal Singrenius nyomdája, Krakkóban pedig Hieronymus Vietor nyomdája, el tudta látni könyvekkel, és ez bőven elég volt. Aztán 1541-ben Nádasdy Tamás, az ország egyik number one mecénása, ugye létesít nyomdát, ez szintén nem hosszú életű, de ahhoz elég, hogy a Szilveszter Jánosnak a teljes Új Testamentum bibliáját kiadja. És hát végül a háttér infrastruktúra, mindez, amit ugye az előbb itten felsoroltunk, csak így taxatíve nem sokat ért volna, hogyha nincsenek meg valós finanszírozók, akik nálunk elsősorban főúri mecénások voltak, vagy pedig a gazdagabb városok, és az egyik ilyen leghíresebb főúri mecénás, amit már említettem, Nádasdy Tamás volt. Az ő szerepe ugye Komjáti Benedek életében is jelentős volt, ugyanis Komjádi, akinek az életéről sajnos ugye magyari szokás szerint kiábrándítóan keveset tudunk, 1527-ben
kezdte meg a tanulmányait a Bécsi Univerzitáson, de csak 4 szemesztert tudott elvégezni, ugyanis 1529 nyár végén ugye Szulajmán szultán sokat magával városnéző programra érkezett, és hát ekkor ugye Komjáti Emre küld nem csak az egyetemről, de Bécsből is, és annak ellenére, hogy végülis ez a városnéző program ugye nem jött össze, ő már nem tért vissza Bécsbe, hanem hát feltetően ezt ugye csak fölteszik, hogy hazament a hazai otthoni birtokára, valahol Nyitrába, és azonban itt is egy török támadás érte a szülőfaluját, ezért kénytelen volt tovább menekülni, és 1530 elején már Husztvárába bukkan föl, ez akkor Nádasdy Tamás birtoka volt, és Nádasdy ajánlja aztán Komjátit a birtok szomszédja, Perényi Katalin grófnő figyelmébe. Perényi Katalin föl is fogadja Komjáti Benedeket rögtön, és megbízza először az egyetlen fiának, a Jánosnak a nevelésével és a tanítatásával, és később bízva Komjáti humanista műveltségében megbízza Szent Pál levelek fordításával. Ezt a munkát 1532, ugye a saját zárósorai tanítása szerint, tanúsága szerint 1532. szeptember 8-án Szent Gergely pápa ünnepén fejezi be Komjáti, és már 1533 elején Vietor nyomdája Krakkóba ki is nyomtatja. Néhány pillantást vetünk a könyvre. Nem nagyon jó lehet látni, az ott a felső szélén az a fehér csík, az nem ilyen expozíciós hiba, hanem egy mérce. A 10 centinek kezdődik a mérés, nem tudom, miért így mérték, de az egész könyv így kinyitva 25 centi széles. Tehát kisebb, mint az a könyv, magasságra ugyanannyi, mint amit én itt körbeadtam. Szélességre talán mondjuk egy 5 centivel kisebb. És ugye a kor szokása szerint nem igazán van címlapja, sajnos ugye nem nagyon lehet látni, hogy azért annyi rajta, hogy epistolé, és akkor egy 1533-as évszám ugye a felső szélén. Ha belelapozunk, akkor először egy ilyen nagy magyar címerrel találkozunk, Magyar Királyság régi címerével. És utána következik Frangepán Katalin, mint fő donátor és mecénás családi címere mellett a rézmetszőnek az előszava. A rézmetsző, tehát nem a nyomdász, hanem aki a képeket metszette a könyvhöz. Ez a rézmetsző, ez szerénykedően az S pont rövidítés mögé bújik, hát sikerült azonosítani azóta, hogy kicsoda is volt ő. Egy biztos Johann Schön nevű metsző, aki nem csak itt Krakkóban működött, hanem Dél-Kelet-Európában, hát Csehmorvaországban is dolgozott, és Dél-Németországban is. És itt majdhogy nem ő volt a legkeresettebb könyvillusztrátor ezeken a helyeken. Egy jellegzetes Szent Pál ábrázolás, ugye a könyv belsejéből, ugye könyvvel és karddal. És hát végül az ősforrás, Rotterdami Erasmus. Őhozzá úgy kanyarodunk vissza, hogy a Bécsi Egyetemen Komjáti a Rotterdami Erasmus szellemiségét szívta magába. Ezt úgy kell érteni, hogy hát Rotterdami Erasmus, aki a kor tudományos elitjének egyfajta zsinór mértéke volt, hát azok a tudósok, akik ugye nem elégedtek meg a középkori skolasztikával, hanem kiadták a jelszót, hogy ad fontész, kanyarodjunk vissza forrásokhoz, lehetőleg az antik forrásokhoz, azoknak a tisztaságához, és minden egyházi, vagy minden egyéb írást, amit ugye górcső alá lehet venni, amit meg lehet vizsgálni, kritika alá lehet venni, azt annak a fényébe vizsgálják, hogy mennyibe passzintható hozzá a régi forrásokhoz. És hát tulajdonképpen ez a korszak a szövegkritika, mint tudomány kialakulásának az időszaka is. És ebben Rotterdam Erasmus elég élenjáró volt. Ő is az antik humanista eszmények szerint ugye vette kritika alá a szövegeit, és ebbe a szellemben ugye egyrészt volt egy az elitnek számára, ez volt a mondani valója, másrészt viszont demokratikus törekvései is voltak, hiszen ő mondta ki először, hogy ne csak a papok, ne csak a tudós, literátus emberek, hanem az egyszerű nép, a szántóvető ember, a takács, a kereskedő, az utazó, a városi kézműves, akár az asszonyok otthon a rokka mellett olvassák a Bibliát, és lehetőleg a saját anyanyelvükön. És ennek szellemében Rotterdami Erasmus egész életén sürgette a nemzeti nyelvű biblia fordításokat, bár ő maga nem csinált ilyet, ő mindvégig csak görögül és latinul írt, és elkészítette Szent Jeromos Vulgáta
Biblia fordítás, latin nyelvű Biblia fordításának, amit ő hibásnak tartott, elkészítette a görög latin nyelvű újrafordítását. Ennek a címlapja látható a jobb oldalon. Ez volt az úgynevezett Novum Instrumentum Omne. 1516-ban lett kész. Ehhez aztán 3 évvel később írt úgynevezett annotációkat, vagyis kommentárokat, nagyon részletes kommentárokat. Ez a műfaj addig nem volt szokásba, legfeljebb csak ilyen kis kódexek szélére írt széljegyzetek glosszák formájába. Ő volt az első, aki nagyon részletes tudományos kommentárokat írt ehhez, valóságos egzegézist, és még 1521-ben elkészítette a parafrázisokat ugye Szent Pál leveleihez, tehát ilyen történeti, kultúrtörténeti bevezetőket. És hát azt lehet mondani, hogy a Bibliát próbálta ugye az antik nyelvezeten, tehát az antik humanitás nyelvén megszólaltatni, és ezzel hatalmas vitákat váltott ki, ahogy mondani szokták, ugye a konzervatív katolikusoknak ő túlságosan szabad gondolkodó volt, viszont mivel az egyház szakadást azt mélységesen ellenezte, ezért a luteránusoknak vagy reformátusoknak ő túlságosan pápista volt. Ugye Lutherral később ezért szembe is került. Ő volt, mivel 1518-ban a Novum Instrumentumnak egy fordítása Sopronba került, ezért ezzel ugye Komját is igen korán megismerkedett, már Bécsben, és nyomában másik két hazai erazmista Biblia fordító, Pesti Gábor és Szilveszter János is. Van Erasmusnak egy olyan mondata, amit mintha egyenesen Perényi grófnőnek, ugye Frangepán Katalinnak címzett volna. Frangepán Katalin ekkor már nagyon sok éve özvegy volt, mert a férje Perényi Gábor királyi kamarásmester Mohási csatamezőn esett el, és ezért egy klasszikus helyzet állt elő, ugyanis ugye a kor magyar művelt nagyasszonyai majdnem mind ugyanabban a szituációban találták magukat, hogy apuci ugye valahol távol vitézkedik, vagy az ország dolga miatt ugye nincs otthon, vagy pedig hát ugye özvegyek, és ezzel az ő nyakukba szakad, ugye elég hatalmas, néha több testben, több tagban levő birtokok irányítása, kormányzása, és emellett ugye elvárták tőlük azt, hogy a művelődést amennyire lehet támogassák, tehát iskolákat alapítsanak, vándorprédikátorokat karoljanak fel, támogassák a nyomtatvány vagy könyvkiadásaikat, és hát ezeknek a kívánalmaknak ugye Frangepán Katalin megfelelt. Erasmus mondata, amit ugye az előbb elkezdtem volna mondani, így hangzott, hogy én azt kívánnám, hogy minden asszony olvassa a Bibliát, minden asszony olvassa Szent Pál leveleit. Valószínűleg ezt a mondatot ismerte Frangepán Katalin, ha máshogy nem, akkor Nádasdi Tamáson keresztül. Nádasdiról is érdemes annyit megjegyezni, egyetemet járt, főúr volt, ritkaság számba ment, Bolognába és Wittenbergbe is tanult. És hát tulajdonképpen az, hogy Komjáti mit fordítson a Bibliából, mely részeket, ugye ennek is volt köszönhető. De elég nagy fába vágta a fejszét ezzel Komjáti, mert a Szent Pál levelei az egész Bibliának az egyik legnehezebben értelmezhető, fordítható részei tulajdonképpen. És ennek megfelelően a könyv bevezetőjébe vagy ajánlásába, amit Komjáti ugye Frangepán Katalinnak ír, elkezd szépen mentegetőzni. Hát egy ideig ez a humanista epistola dedikatóriának a stílus elemeit vonultatja fel, ugye megkapom a megbízást a jótevő mecénásomtól, de én vonakodok egy jó darabig, hogy nem, ez nagyon nagy feladat nekem, nem bírok én ezzel. Vannak itt nálam egyéb szerzetes népek, meg jámborok, ugye azok jobban meg tudják csinálni. De jó van, hát hogyha annyit unszol engem az én jótevő úrnöm, akkor mégiscsak megcsinálom. De nem, szóval úgy. És akkor, ja, hogy hát, és a nagy egyházatyák, akik szintén ilyenekkel küszködtek, hogy Pált kelljen fordítani, ők értelmezniük, akiknek én az árnyékában való tanítvány se vagyok, hát én olyan kis kisded vagyok, hát hogy érthetnék én ehhez. Szóval ezeket annyira túlhangsúlyoz egy idő után Komjáti, hogy az olvasónak tényleg az a gyanúja, vagy az az érzése, hogy ez neki nagy feladat. Hát azért 2 szemesztert, illetve 4 szemesztert végzett el. Talán a görög meg a latin tudása még nem tökéletes. Így aztán nem csoda, hogy hát nem csak fordít, hanem olyan más forrásokhoz nyúl, amit ugye föl tud leelni, és Nyalábvárban van is egy írás, egy kódex átirat, amit talál, amiről azonban ő így ír, hogy mikor én ezt láttam volna, én nekem nem tetővék, hogy jól magyarázták volna, kinek nem csak az értelme, de még az olvasása is nehéznek tetszik vala. Tehát egy nehéz olvasatú kódex szövegre vagy másolatra bukkan Komjáti,
És ezt azért annak ellenére, hogy nem érti, néhol próbálja felhasználni. Hát, hogy mi lehetett ez a kódex másolat, hát erről is ugye vitatkoznak a tudósok. Abba egyetértenek, hogy ez valamilyen átirata lehetett a régi úgynevezett huszita bibliának. A huszita biblia az első kézzel írott teljes magyar biblia fordítás, tehát értsd az Ószövetség legelső könyvétől az Új Szövetség legutolsóig, amit két Prágában tanult, tehát a huszitizmus métejét, teljes egészében magában szívó szerzetes vagy klerikus írt, Pécsi Tamás és Újlaki Bálint. Nem csoda, hogy ebből egyetlen példány sem maradt fönn, hát valószínűleg valami minden magyarországi példányt próbáltak fölkutatni és megsemmisíteni. Viszont más kódexekben maradtak fönn szövegrészei. A Bécsi kódex a huszitó bibliának az Ószövetségi részeiből, a Müncheni kódex az Új Szövetségből őrzött meg részleteket, az Apor kódex pedig a egyes Zsoltár fordításokat. Hogy a huszitó biblia miért számított eretneknek, arra tulajdonképpen egy példával rá lehet világítani. Pécsi Tamás és Újlaki Bálint voltak az elsők, akik nem a Szentlélek szót használták a biblia fordításban, hanem az, hogy Szent Szellet, vagy Szent Szellem. És azért még a mai olvasó is belegondol, hogy azért nem mindegy, hogy Szentlélek vagy Szent Szellem. Azért, hogyha ugye a hívő katolikus azt mondja, hogy én személyes istenképbe gondolkozom, a Szentlélek az mennyivel személyesebb, mint a Szent Szellem, vagy a Szellet, ugye a Szellőnek a régies alakja. És hát maga, ha egy kicsit a szót elemezzük, meg etilomogizáljuk, akkor is látjuk, hogy a Szentlélek az mennyivel személyesebb, mivel hogy a Szellem, vagy a Szellő, hát természeti jelenség, ugye fúj innen, onnan, ahonnan, lát, de a Szellem az még kísértetnek is érthető, míg a lélek azért a közös szóteve van a lehellet szóval, lehelés szóval. Ugye Isten ugye lehellet útján teremtette az első ember párba a lelket. Nem mindegy, hogy mivel fordítunk, már pedig ugye a két huszita fordító következetesen ezt a Szent Szellem szót használja. Azt lehet mondani, hogy a könyvnyomtatás előtti utolsó kódex, a Jordánszki kódex, esetleg ennek is voltak másolatai, amit használhatott Komjáti. Ez is sajnos csak töredékes, mert csak 7 ószövetségi könyv, és az Új Szövetség is csak majdnem teljes egészében van benne. Viszont ez annyiba előrelépés már a korábbi kódexekhez képest, hogy ebbe csak bibliai szövegek vannak, hogy a korábbiaknál az volt a szokás, hogy az egyéni áhítat vagy szertartásoknak a szövegei imák közé rejtették be ezeket a bibliai szövegeket. Persze nyilvánvaló, hogy amikor ezeket ugye Komjáti átveszi ezeket a szövegeket és beépíti a saját maga fordításába, ugye mai észjárásával, mai felfogás szerint kikiálthatnánk őt plagizátornak, mivel hogy gyakorlatilag a könyvének majdnem a fele, ahogy kimutatták a filológusok, ugye máshonnan lett átvéve, de ugye arról sokan elfeledkeznek, hogy hát ez a korszak ez még nem ismerte ezt a fogalmat, plágium vagy plagizátor. A kimondottan az egyházi szövegek esetében nemhogy elítélendőnek, egyenesen üdvösnek tartották a szöveg átvételen, gyakran a szó szerinti szöveg átvételen való hagyománykövetést. És hát Komjáti nyilván úgy gondolhatta, hogy hát ő Erasmus nyomdokai haladt, tehát neki ugye az Erasmus követés is ez diktálja, hogy ezeket az általa jó forrásoknak tartott szövegeket föl kell használnia és beépíteni a saját fordításába. De hát nyilván ő is szembesült azzal, amivel a legtöbb ember, aki megnézi ezeket a régi, már sokszorosan átmásolt kódexeket, hogy ilyen bizonytalan és nehéz olvasatú szövegrészek vagy szavak bukkannak föl bennük. Hát volt egy-kettő, amivel nekem is meggyűlt a bajom, de a lektorok se tudtak vele mit csinálni. A zsidókhoz írt levél bevezetőben van ez a mondat, hogy tömlöcöztetnek vala és ostoroztatnak vala, és az ő marhájuk, jószágok sakma láttatnak vala. Ez az első keresztény üldözésekről szól, és hát ez a sakma, most akkor ez sakmat, vagy hát mi fene lehet? Én hát a szöveg összefüggésben leginkább még arra gyanakodtam, hogy zsákmánynak kell ezt tekinteni, tehát hogy akiknek nyilván, akiket üldöznek, azoknak eltékozolják a javait, mint egy zsákmánynak tekintik.
még szerintem ez a legelfogadottabb magyarázat. A második szövegrészben meg ez a kikre szónak a helyettesítése, ugye az zárójeles helyettesítése, ezekről még lesz szó. Mire ánk a hét, vagy a helyet, tehát a kikre helyett azt akarja mondani, hogy mire ánk, és a helyett, vagy a helyet az a hétnek az átírása, tehát ezekkel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, ezeket meg is jelöltük, hogy a mi saját könyvünkben kérdőjelekkel. És mielőtt rá, ugye ezeknek a hibáknak lehet nyomdatechnikai oka, de mielőtt ezekre rátérnénk, ugye szólni kell Komjáti kortársairól, vagy sorstársairól, illetve az ellenfeleiről. Nyilván azok a szerzetes népek, meg egyéb jámborok, akik ugye ott laknak a Frangepán birtokon, és akiket úgy említ néha Komjáti, hogy ezek az én irégyeim, vagy irigyeim, ezek ugye áskálódtak ellene, és hát mint ugye náluk műveltségben magasan felette álló embert ugye is irigyelhették, de hát a Biblia fordítás az önmagában is, hát amit az előbb mondtam, ugye pláne egy nemzeti nyelvű Biblia fordítás eretnek dolognak számított, mert hát sok görög, illetve latin kifejezése még a nemzeti nyelvben nem biztos, hogy megvolt az eredeti, ezért hát nyilván a fordító észjárását és gondolkodásmódját magán kellett, hogy viselje egy ilyen fordítás, ezért tekintették az ilyet eretnek dolognak. De Komjátinak mégis irigylésre méltó helyzete volt annyiban, hogy az ő élete legalább nem forgott veszélyben, mint mondjuk Lutheré, aki igaz, hogy a Warburgi vár nyugalmába, de hát ott is tehát ki se tehette a lábát, ugye a Warburgvárból, ahol igazából egy látszott emberrablást követően került. Ugye Börzs Frigyes választófejedelem követte el ezt rajta, hogy hát igazából a fő szenvedélyének, a Biblia fordításának élhessen. És azért ezt a képet raktam belőle, mert Luther ezzel a cakállat is növesztett, hogy ne ismerjenek rá, és mi Junker Jörg, az Jörg Lovag néven éldegélt. 1522-ben készítette el a Ószövetség fordítás, és 1534-ben, amikor már ugye nem sújtott a birodalmi átok, aminek következtében bárki szabadon megölhette, akkor készítette el az Ószövetség fordítást. Tehát ő igaz, hogy életveszélyben volt, de még viszonylag szerencsésebb volt, nem így William Tyndale, az angol biblia atya, aki viszont úgy kellett, hogy írja, tehát neki nem volt semmilyen nyugalmas kis vára vagy udvarházal fordítgatott, állandó menekülés közben ugye Angliából elmenekült, és a kontinensen bújdokolt ide-oda, főleg a mai Benelux államokba, Németalföldön, de mindenütt a nyomában voltak 8. Henrik ügynökei, akik végül el is csípték, és végül William Tyndale útja Brüsszel mellett egy várbörtönbe, onnan meg a mágiára vezetett 1536-ban. Sovány vigasz volt az neki, hogy 2 évvel a mágia halála után mégis megjelent méghozzá Angliába az ő új szövetség fordítása. Nyilván erre utal az a sóhaj, amit ugye a mágián kiejtett a száján, amit uram, nyisd meg Anglia királyának a szemét. Tehát ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy hát azt szoktuk mondani, hogy Magyarország ebben a korban vallási türelemnek az egyik szigete, a béke szigete volt. Hát összehasonlítva Nyugat-Európával, de mindenképp. A kutatás több nyelvjárási réteget különböztet meg a Komjáti Bibliába, egy ejzőt, egy ízőt, meg egy őzőt. Az ejző nyelvjárás, ugye Komjátinak a sajátja, ez körülbelül a Komjáti Bibliának 2/3 részét öleli fel. Majdnem egyharmad rész az íző nyelvjárású, és egy nagyon kis része meg őző, úgyis mondhatnánk, hogy ilyen szögedies nyelvjárás. És még hozzáveszük ehhez, hogy mennyiféle helyes írás tarkítja a Komjáti Bibliát. Tehát az, hogy mennyire nem volt egységes a helyes írás ebbe az időszakba, arról ezek a sorok nagyszerűen tanúskodnak. Én rábukkantam erre a szakkifejező élő Isten, és ennek a szónak, hogy élő Isten, legalább 4 változata van a Komjáti Bibliába. Ugye van 2 íző nyelvje, tehát élő Isten az első 2 sorba, és élő Isten pedig a 2 utolsó sorba, és az ő betű szintén 2 írva, még a régies helyesírás szerint az E-nek és W-nek, és amikor már a Huszita Bibliában megjelent az az igény, hogy minden egyes hangot egyfajta betű jelöljön, akkor kezdik ugye ezt az E betűt fölküldeni a W betű fölé, egy kis ékezet formájába, ebből alakult ki később az ő betű. Tehát ezen nagyon szépen lekövethető a nyelvi politeizmus, hogy élő Istenből is, hát itt legalább 4 van. Számunkra azonban, ugye
az íző nyelvjárásról talán még annyit, hogy sokan azt mondják, hogy emögött ugye Szilveszter János áll, a Szilveszter Bibliájának a nyelvjárása szintén íző, méghozzá vastagon, és Szilveszter ebben az időszakban a Krakói Egyetemen tanult, és megismerkedett Viator nyomdájában a korrektori és a nyomdászati tudományoknak az alapjaival is. És nem kizárt, hogy a Komjáti Biblián, hát, illetve majdnem kizárt, hogy ők ketten, tehát Komjáti meg Szilveszter ne találkoztak volna Krakóba. Tehát Szilveszter korrektorként működött közre a Komjáti Bibliánál, és hát ahogy az lenni szokott, a saját nyelvjárása szerint javított ki részeket, és ezeket ugye Viator a nyomdással nehezményezte, és úgy tűnik, hogy Komjáti sem, mert ezek aztán így maradtak meg. Számunkra azonban izgalmasabb az a kérdés, hogy mennyibe utánozta Erasmust Komjáti, mit emelt át tőle. Ő is írt parafrázisokat minden páli levélnek az elejére. Ezek tulajdonképpen magyar irodalom történetben az első olyan szövegmagyarázatok, amelyek egy-egy bibliai könyv, tehát itt páli levélnek az eredetét világítják meg, tehát mind a keletkezési körülményeit egy picit elmagyarázzák, egy kicsit beszélnek a korról, a kornak a történelméről, és hát ugye elmondják a tartalmát. Tehát nem mai értelembe vett ugye bibliai szövegmagyarázat, de hát a tudományosság terén a korábbiakhoz képest nagy előrelépés. És ezen kívül, amiben még próbálja Komjáti követni Erasmust, az ő újítása, ami szintén előtte még nem volt, tele zsúfolja a szövegét zárójeles kifejezésekkel, úgynevezett félholdacskákkal, ahogy ő nevezi ezeket. És ezeknek az a szerepe, hogy ezekbe az egyes magyar, mert ő, hát félig meddig tudatos nyelvművelő, ezek kötelességének érzi, hogy az általa érdekesnek tartott magyar szavak mellé oda tegyen egy, de egyes esetben két szinonimát is. Például ez a kisalkodik, ami szerintem az ő szülőfalujának a tájnyelvi jellegzetessége volt, ezt mindjárt megmagyarázza, hogy zárójeles kifejezés, azt jelenti, hogy ólálkodik, és ilyenekkel tele van a könyv. Más esetben pedig ezek a zárójelek azt a funkciót teljesítik be, hogy a vulgátába, vagy a szent szövegből hiányos a mondat, ez a latin mondatokra nagyon jellemző, hogy például fölbukkan egy ilyen szöveg, hogy és ő felőle pedig, ő róla pedig, a következőkben pedig, és akkor ezt kiegészíti azzal, hogy ezt írhatom. Mai fordításokban szintén így szerepel már, csak már zárójel nélkül, ő azért még kötelességének érzi, hogy oda tegye zárójelbe, hogy ez az ő kiegészítése az eredeti szöveghez képest, és nem az eredetiben van benne így. Vagy például a szentekhez való adogatás, ez már kicsit bonyolultabb, mert hát ugye nem arról van szó, hogy egy jó ízű testes kis teniszpartit lejátszunk valamelyik szenttel, hanem ugye itt az egyház szentjeiről van szó, akik a szűkölködők, a szegények, a legszegényebbek, és az ő hozzájuk való adogatás az az alamizsnálkodás. Tehát ezt ő így szépen elmagyarázza. Tehát ennyiben nem volna baj ezekkel a zárójelekkel, inkább az a baj, hogy annyira elszaporodnak, hogy teljesen fölrobbantják a mondatokat. Néhol még lehet látni, hogy bár ez lehet, hogy talán inkább a nyomdász hibája, hogy vagy kinyitni, vagy becsukni elfelejtik őket. És ahogy Gerészdi Rabán, ugye az első legnagyobb Komjáti Benedek kutató mondja, ezek egy idő után állammá válnak az államba, ezek a zárójelek. És hát itt-ott a mai olvasónak teljesen fölöslegesnek tűnnek, hát esetleg arra gyaníthatunk, hogy itt is esetleg egy általa szépnek, jónak tartott forrás beemelt Komját, és igénye volt arra, hogy föltüntesse. Mert másképp nem tudom megmagyarázni, hogy miért fontos az, hogy amikor már megmagyarázza, elmondja azt, hogy hát a hangszernek van valami szava, ahogy az megszólal, akkor két-három sorral lejjebb megint fejtegeti, hogy hát a trombita az trombitál, nem pedig cincog, vagy nyenyerézik, vagy hasonló. Bizonytalan szó, trombitálást adom, de trombita. Nem csak ezek azok a nehézségek, amik úgy megakasztják ugye a Komjáti Biblia olvasásának a lendületét. Iszonyatos hosszú, tengeri kígyó hosszúságú mondatok. Úgy képzeljük el, hogy egész oldalon át tart. És nem tesz pontot, nincs központozás. Úgyhogy itten tényleg meggyűlt a bajunk, hogy most ezeket hogyan tagoljuk részekre, és lehet, hogy nem is mindig sikerült. Ezen kívül, ja igen, hát a zárójel nélkül mellérendelések, erre is sok szép példa van. Az egyik kedvencem, hogy hát valaki, aki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, anatéma legyen, veszett, átkozott légyen, ezt a negatív tartalmat háromszor nyomatékosítja, miközben a rákövetkező
fél mondatot, ami magát a reménységet hordozza, a Maranátát, azt lehet úgy is fordítani, hogy eljött a mi urunk, a Messiás, de lehet úgy is, hogy jöjj el urunk, ahogy számos énekbe szerepel. Tehát ez csak egy háromszoros átkozott legyen, veszett legyen, utána pedig csak egy szóval, hogy mi a mi reménységünk. Vagy pedig a másik ilyen, hogy a mai Biblia fordításokban azzal találkozunk, hogy bizonyos Himeneusz és Filétusz nevű tévtanítók tanítása úgy terjed, mint a rákfene, így futótűszerűen. Most ezzel is meggyűlt a baj a Komjátinak, mert hát az ő korában még a rák, mint betegség ismert volt, de azért nem annyira, hogy ő úgy tartotta volna, hogy ez jó példa lesz. De ezért mindjárt kettőt is odadob, két példát. A farkassebb, ez ilyen rossz indulat a bőrtájuk, bőrmegbetegedés, ami szintén nagyon fertőző, gyorsan terjed, vagy pedig az úgynevezett Szent Antal tüze, ami vagy magának az Orbánsznak, vagy a bármilyen Orbán-szerű, és szintén gyorsan fertőző, tovaharapózó betegségnek a tünete. Tehát ez szépen kétszeresen is megmagyaráz, amit talán egyszer is elég lenne. És hát itt pedig egy előkép ahhoz, hogy ha mások az ő elődei, amik kódexírók, hogy oldották meg az árójelek problémáját, vagy a glosszázást, vagy a margóra, vagy a szavak fölé írták ugye, a kiegészítéseiket. Ha el tudjuk olvasni, hát nem túl jó a felbontás, hogy a második szövegnek a második sora vége felé van ez, hogy tahát, nem tehát, hanem tahát, feszejtenének ővele egyéb két tolvajt, Jézus mellé ugye két latort, az egyik jogra, vagyis jobbra, a másik pedig balra. Most lehet látni, hogy a jogra meg a balra fölé oda van írva egy-egy kis glossza vagy széljegyzet. A két latornak a neve, a jobb latoré ugye Dismász, a bal latoré meg Gesmász. Ugye az az érdekes, hogy egyikük nevével se találkozunk, egyik evangéliumban se, viszont az apokrif evangéliumban bőven találkozunk ezekkel a nevekkel. Úgy látszik, hogy ez nem tartozott az eretnekségek közé, hogy egy vallásos szövegbe, ugye valamilyen apokrif evangéliumból rakunk még kiegészítéseket. És hát a sok hiba mellé, meg nyomdatechnikai hiba mellé, hát nagyon sok helyesírási hiba is előfordul, amin azért akkoriban nagy vonalon túlléptek, hiszen maga a nyomta könnyomtatás még mindig olyan újdonságnak, mindig olyan technikai vívmánynak számított, hogy ezek a hibák, amik előfordultak, ezek eltörpültek szinte a fő dolog mellett. Például az, hogy ugye Viator nyomdájának elég nagy volt a forgalma, lévén Krakkó ugye egyetemi város, és máshonnan is mindig futottak be megrendelések. Egyrészt nagyon bőséges volt a betűkészlete, a Sárvár újszigeti nyomda rendelkezett csak olyan betűkészletben, ami nem csak gót fraktúr betűk voltak az antikván kívül, hanem még Héber betűkészlettel is rendelkezett, és hát amikor a nagy dupla V betű elkalódott, akkor Viator azt gondolta, hogy akkor ő kisegíti magát ezzel a Héber írásjellel, de valami miatt ez később az egy cikinek tartatta, mert később a másik Páli könyvnek a 15. kapitulumja, oda nem került be ez a dupla V betű, meg a kis dupla V betű se, úgy gondolta, hogy hát csak nem fogják ezt már 12-nek olvasni, ez a 15. kapitulum. Mindenféle nagy dupla V, meg kis dupla V betű nélkül is. A könyv elejét, ugye, mint már láttuk, egy eléggé nagy túlméretezett címer díszít, egy magyar címer. Ez a Komjáti nemzeti érzelmeinek egy kifejezője volt, és a régmúlt dicsőség utáni sóvárgást is kifejezte. Ebbe egyébként minden kortársa egyetértett, hogy ezt a dicsőséget valamiképp vissza kéne hozni, ha már ugye a törökök elfoglalták Magyarország nagyobbik részét, és egy vándor prédikátor, bizony Baranyai Decsi János is írta, körülbelül 60 évvel később, hogy ha már az ország uralma fölött elvesztettük az uralmat a görögökkel együtt, akkor legalább a nyelvünket, a kultúránkat, az irodalmunkat, a történelmünket szenteljük fel a halhatatlanságnak. És ebben a szellemben kompenzál maga Komjáti is, amikor ugye burkoltan, ugye különösen a római levél erélt bevezetőbe, ugye kitér arra, hogy most ugye a magyarok vannak abban a helyzetben, mint régen Izrael, az új, a kereszténység, mint új Izrael, második Izrael, hogy hozzájuk jut el, és nem a pogányokhoz, Pál apostol és az evangéliumok üzenete, és a saját nyelvükre lefordítva, tehát ez tulajdonképpen olyan, mint egy üdvtörténet. Tehát a Szentlélek az minket nem csak vígasztal, mint paraklétosz, nem csak bátorítás, búzdítást ad, ahogy ugye a
Rézmetsző is ugye az előszavába leírja, hanem ez tulajdonképpen egy magyaroknak egy, magyarok ezáltal az üdvösség útjára lépnek, hogy, hogy a nemzeti irodalmukat megteremtik, és olvashatóvá is teszik. Ugye Komjáti tulajdonképpen ezzel, tehát ezzel a szellemmel áthatva írja a fordítását, illetve a kompilációját, és ez tényleg nagy teljesítmény, tehát a magyar nemzeti irodalomnak ez áll, ez az első mérföldköve, és ennek a jelentőségét nem csökkenti az se, hogyha belegondolunk, hogy hát a két utána következő bibliafordító, erasmista bibliafordító, tulajdonképpen jobb teljesít, jobb munkát végzett, Pesti Mézser Gábor 1536-ban még mindig nem teljes bibliát, hanem csak 4 evangéliumot fordít le. Az ő stílusa sokkal gördülékenyebb, elegánsabb, Erasmus eleganciához közel állóbb, mint Komjátié. És mint láthatjuk, hogy bizonyos tipográfiai sajátosságok is utal arra, akar utalni arra, hogy ő tulajdonképpen Erasmus követője. És végül 1540 Szilveszter János ugye elkészíti a teljes Új Testamentum fordítást. Szilveszterben látjuk az első tulajdonképpen nagyon tudatos, nem csak nyelvújítót, hanem reformátort, hiszen ő magyar grammatikát is írt, rácsodálkozott arra, hogy a magyar nyelvnek egy olyan átlátható rendszere van, és olyan szép, olyan gyönyörű, tehát az irodalomnak a megjelenítésére teljes egészében alkalmas, szabályszerűségeket fedez fel, ír saját grammatikát is, rácsodálkozik arra, hogy például a virágénekek micsoda őserőt hordoznak, milyen szépek, felfedezi azt, hogy például magyarul is lehet időmértékes verset írni, és ennek az illusztrálásaként maga mindjárt ír is egyet a Bibliájának a bevezetőjeként. Hát ez annyira gyönyörűséges, hogy muszáj 4 sorát idéznem, mindjárt a 4 elsőt, hogy proféták által szólt Régen, próbálom az ízős nyelvjárást utánozni, proféták által szólt Régen, néked az Isten, az kit ígírt, ímé, végre megadta fiát. Buzgó lélekvel szól mostes néked ez által, kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te kövess. Tehát egyszerűen gyönyörűséges, és ír még verseket így magyarul. És ő, mint nyelvújító, ezzel tulajdonképpen kvázi iskolát is teremtett volna, hogyha az ő korában akadtak volna követői. Sajnos nem voltak. Körülbelül 300, majdnem 300 évet kellett várni egy Kazinczy Ferencre, hogy ez a folyamat ez tovább menjen. És hát ez nagyon-nagyon hosszú idő, ezért én gondolom, inkább itt teszek egy pontot, mert a 300 év mellett, ha jól látom, az 54 perc is nagyon hosszú idő tud lenni, én nem akarok tovább visszaélni a hallgatóság türelmével, ezért gyorsan pontot teszek, és eltűnök hirtelen, és én nem, mint József Attila, nem hirtelen, hanem egész biztosan, és nem talán. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Máté Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg. Mégis kinek az Istene? Vallási folyamatok Kelet-Közép-Európában 25 évvel a rendszerváltás után című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!